Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol itt van velem Bence. Sziasztok! És segíteni fog nekem a mai videó elkészítésében. Miért úgy mondod, hogy segíteni fog nekem? Jó, oké. Okay. Hé! De te mindig, akármikor itt vagy a csatornámon, kötözködsz veled. Dehogy kötözködök veled. De igen. Mit fogunk csinálni ma? A mai videóban Jenga sminkkihívást fogunk csinálni, amit még egy vagy két éve láttam Niki Tutorials csatornáján, és aki nézte a Vlogmast, az tudja, hogy én vettem egy új Jengát, és már akkor mondtam, hogy egy videóhoz fog nekem kelleni, és ez az a videó. Azt hittem, hogy nem vettél újat, hanem a miénket. Nem, vettem egy újat, ugyanis összefirkáltam őket, és tekintve, hogy Bencével milyen fantasztikus Jengás múltunk van, szerettem volna, hogyha te leszel az az ember, aki segít nekem, és nem azért téged kérlek meg, mert karanténban vagyunk, és igazából senki más nem tudok megkérni. Nem vicceltem, egyébként is téged kérnélek meg. Gyorsan felvázolom a videó menetét. A Jengát körülbelül elfeleztem. Igen. Vannak olyan kis építőkockák, amire rá van írva valami, és van olyan, amire nincsen. Egyébként az egyik kezemen van köröm, a másikon meg nincs, mert tudom, hogy írni fogják a komment részlegbe. És az írások közül vannak olyan sminktermékek, amiket nagyon szeretek, és vannak olyanok, amiket egyáltalán nem. Uh-huh. A lényege a játéknak, hogy ezeket le fogjuk fordítani, össze fogjuk keverni, felépítjük a Jenga tornyot. Igen. És játszani fogunk egy Jengát. Jó. Azok a kockák, amik hozzád kerülnek, kiesnek a játékból, és nem használhatom őket. Amiket én kihúzok, csak azokat használhatom. És a csavar az egészben, hogy olyan sorrendbe kell őket használjam, ahogy kihúzom őket. Júj. Tehát, hogyha a fixáló sprayt húzom ki például először, akkor az lesz az első lépésem. És hogy vicces legyen, nyilván vannak üres kockák is, és hát így nem biztos, hogy végig fogjuk tudni játszani úgy a játékot, hogy minden lépésre legyen sminktermékem. Izgi, nem? Életemben nem gondoltam volna, hogy egy smink videónál izgulni fogok, de nagyon jelenleg ez történik. Te nagyon szépen egyébként itt már építgeted, hát felfordítgattad őket. Na. Wow! Fel van fordítva az összes egyébként, és ki van elénk terítve, és én azt mondom, hogy kevergessük össze őket. Tehát szépen mi volt az? Kicsit megbolondítjuk. Én azt mondom, hogy építsük fel a tornyot. Jó, de össze-vissza szedjet, tehát ne... Hát gondoltam így. Egyet innen, egyet onnan. Miért összecsoportosultak a jók és a rosszakat? Megtalálják egymást. Hát ezt a tornyot, hogyha így fogod felépíteni, így állnak egymáson. Várjál. A rétegek. Na. Attól, hogy kétszer így megfordítottad, mivel lett jobb? Ja. És... Jól kezdődik. Fel kell térdeljek hozzá, mert... Izgalomban vagyok. Ki fog kezdeni? Hát kőpapírolló. Várj, hát... Na. Kőpapírolló. De ne akard direkt leborítani, kérlek. Nem akarom direkt leborítani. És mondod, hogy mi van rajta. Add ide, nézzem. Benefit Gogo Tint. Oké, okay, ez egy folyékony pirosító, ennek örülünk, hogy ez nálad van. Tehát én ez az első. Először próbálok biztosra menni, és alulról... Ups. Jeffree Star pixelópor. Bár azt, hogy ezt elsőnek hogy fogom használni, tekintve, hogy semmi nincs az arcomon még. Oké. Okay. Mi az? Most olvassam fel. Olvas. Tényleg? Semmi. Mi az? 100 forintos reverse. Semmi nem mozdít. Elromlott a Jengánk. Benefit Romade. Promade. Pomade. Az mi? Az a jó szemöldök ceruza vagy pomade lett volna.
De hát így már biztos, hogy a mai napon nem lesz szép szemöldököm. Kedvenc műszempilla, ez az! Volt egy olyan, igen, hogy a legrosszabb műszempillám, és volt egy olyan, hogy a kedvencem. És... Jaj, ez az! Olvasom. Karaja? Mi ez? Karaja, Tynold, Lofit? Fitolift Primer. Fitolift Primer. Ez volt a jó primerünk. 100 forintos highlighter. Nem hiszem el. Segítek. Barack Metal Rouge. Oké. Ezt örülök, hogy ez kiesett. De várj, akkor még egyszer? Tehát ami benn marad... Amiket kihúzok. Te húzol ki. Igen. Ezeket ilyen sorrendbe kell használjam. Ó, szóval... Ami nálad van... Azt nem használhatom. Azt nem használhatom. Az nem létezik. Remek. És hivatalosan úgy működne, hogy addig tart a sminkem, amíg le nem dől. Júj. Júj. Mi az? F-fixáló póder. Van két fixáló póderünk, mivel? És nincsen alapozónk, és... Felülről is elvetek egyet például? Mert hogy az is bármi lehet. Most az a lényege, hogy bármi legyen, gondolom. Hát vegyél, de... Semmi nincs rajta. Jó. Semmi nincs rajta. Semmi nincs rajta. Ha nem árna! Hát elég gyatran áll a felhozott a idáig, azt veszem észre. F primer. Az jó. Húhú! Nem jó. Nem, te kihúztad az egyetlen jó primert. Két fixáló por után következni fog a primerünk. L'Oreal Mega Volume Spirál. Azt gondolom jó lett volna. Nem baj, ha van, mondjuk inkább így. Te jössz szívem. Nem. Haza akarok menni. Elf? Elf pirosító. Semmi nincs rajta, hát nem érte meg. Mondjuk inkább így. Óvatosan. Semmi nincs rajta. De most felülről akkor leépítjük? Nem. Hát most ezt mit levettem. Húztál ki? La Roche-Posay mint fixáló spray, az a frissítő víz. Oké. Nagyon kellene nekem valami alapozó. Vagy valami. Vagy egy korrektor. Jó ez a játék. Mit nem adnék egy korrektorért? Korrektor legyen. Veled vagyok. Korrektor. Beragad. Akkor nem. Stuck. Semmi nincs rajta. Megérte? Nem hinném. Remélem megérte. Blood Sugar Blood Paletta. Nem osz, nem szoroz, mert nekem nagyon kellene valami... Alapozó? Hát ez kapufa, szerintem egyébként. Mi van akkor, hogyha újraépítjük és húzhatok még? Persze. Még egy üreset kihúztam, de hát ebből nem jön ki smink. Mi van akkor, ha újraépíted nekem ezekkel, amik itt vannak? Rebeka, a te szavaiddal élve, hogyha nincs több, vagy leborul, ott kell abba hagyni a sminket. Jaj, már megint. Ne, de hát ebből semmi nem lesz. Benefit Cream Highlighter. Ja. Pattanásig feszültek a... Csak ecsettel alapozni. De mit? Hogy alapoz, ha nincs alapozód? Ez egy hülye ötlet volt. És kihúzza az utolsó mozdítható elemet, és nem fog leborulni. All Nighter Fixáló Spray. Most ténylegesen az utolsó mozdítható akármit fogom innen kiszedni. Mármint, hogy nem fogom kiszedni, mert borul az egész. Ezt egy jó ötletnek érzem. Oh, wow, ha üres. Jouer korrektor! Világos szájfény. Rúzsom sincs még. Nem, ebben már nem maradt több. Konkrétan ez a vége. Egy rúzsig játszhatunk még. Hát de... Ezekkel. Tessék, ez lehet a tiéd. Mi ez? Kék szemceruzatusnak. Most ezt tartsam meg, vagy mit csináljak? Ne, azt az egyet tartsd meg, ennyi volt. Kék szemceruzatusnak? Köszönjük a részvételt. Tati Beauty. Na jó, köszönjük szépen. Ne. Jó játék volt, hogy de... Legyen, de nincs rózsom. Hát... Nagyon bénes mink lesz. Mint? Szeretlek, igen. Akkor adj nekem egy rózs. Nem lehet... Hú. Nem lehet tudom, semmi. Ne. Nem lehet az, hogy bemész a hálóba a rózsos dolgaimhoz, és kiválasztasz nekem egy rózst. Azt, amelyiket akarod. Csak legyen rózsom, kérlek. Na jó. Bence hozza a rúst, én előpakolom a dolgokat, és kezdjük el a smink részét. Visszatértem. És sajnálatos módon
ez minden, amin van. Itt van előttem a kis sor, hogy mit és hogy használhatok. Kezdjük el a sminket, aminek az első lépése. Az egyik kedvenc fixálóporom a Jeffree Star-os fixálópor lesz. Tehát a teljesen natur arcomra, amin egyedül egy hidratáló krém van, jöhet egy kis fixálópor. És mivel színezett, ezért arra gondoltam, talán megpróbálok vele egy kicsi színkoordinációt csinálni, aminek nem lesz túl sok értelme tekintve, hogy az ötödik lépésem primer lesz, de mindegy, próbáljuk meg. A szemem alatt világosítani fogok, és elkezdem igazából alapozószerűen felvinni, talán. Annyira feszül az arcom tőle, hogy az valami hihetetlen. Következő lépés a 100 forintos Reverse paletta, ami ez itt. 550 forint. Ha nem láttátok azt a videót, amiben ez szerepelt, akkor ide teszem nektek kártyára, és csináljunk valami szemsminket. Azért négy színnel lehet valamit kezdeni. Szemhéjamon sincsen semmi természetesen. Először ezzel a nagyon világos színnel próbálok meg valamit applikálni a belső sarokban, és természetesen egy kicsit se pigmentelt, tehát nem nagyon látszik, hogy csinálok valamit. Wow! Egyébként, hogyha fixálóporból teszek a szememre, lehet, hogy az is jobban látszik, mint ez. De nem adom fel, még próbálkozom. A mellette lévő színt fogom használni, és elkezdek mélyítő vonalat mélyíteni, és egy kicsit árnyékolni vele. Ennek a palettának iszonyatosan jót tenne egy jó szemhéjpúderbázis, de sajnos ugye az nincsen. Az alsó szemhéjamra is viszek fel, vagy hát az alsó szempillatövembe, így talán helyesebb. Annyira hülyén néz ki így. Ez itt nem is festék, csak a karika a szemem körül. Azt sem tudom, hogy ezt a szürkét most használjam, vagy ne. Jó, először most a legsötétebb színnel megpróbálok valamit a külső sarokba csinálni. Hát ebből sehogy se lesz szép smink. Nem már. Én annyira szerettem volna, hogy ez jó legyen. Mivel nem írja a kis kockám, hogy mire használhatom, és egyetlen egy darab szemöldök terméket se sikerült kizsengáznom magamnak, így a sötét színnel, ami egyébként egy kicsit lilás, megpróbálom a szemöldökömet valahogy elviselhető helyzetbe hozni, és reménykedem benne, hogy nem fog iszonyatosan elütni igazából mindentől. Megpróbálok a világos színnel talán belemenni egy kicsit, hogy ne legyen ennyire lilás, azt hiszem. Hát ez csodaszép. A Reverse paletta után következik a kedvenc műszempilla, ami itt is van. A kedvenc műszempillát fel fogjuk tenni szempilla spirál nélkül, de legalább lesz szempillám. Az nem rossz. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy a jobb oldalit ezt összekevertem valamivel, mert nem teljesen egyformák, és
Normál esetben ennek igencsak egyformának kellene lennie. Következő lépés. Jöhet egy kis highlighter. Hát, ez még mindig nem jó. Megpróbáltam a szemhéjpúder ecsetemmel feltenni, hogy hátha kicsit koncentráltabb lenne, és valamit túlélne ebből az egészből, de én nem látok belőle semmit. Megpróbálom szivacssal felvinni. Most tele van csillámmal az arcom. 600 forintért semmi. De tényleg semmi. Következő lépésként jöhet még egy kis fixáló púder az Elf-től, ráadásul szerintem ez az egyik legrosszabb púder, amit próbáltam. Megpróbálok ebből tenni a szememre. Hát, ha világosítana egy kicsi... ez lehet, hogy jó lesz. Új, nagyon szóródik. Lehet, hogy a szivacsomnak a hegyével ide is teszek. Ez lehet, hogy segített. Ha látnátok az arcom, hogy hogy néz ki közelről, úristen, szegény bőröm. És most a rengeteg púder után jöhet az Elf Primer. Hova tegyek belőle? Kinyomok egy pumpát, és egyébként se szeretem, mert nagyon nem tudom, milyen állaga van, de... Fú, de büdös. Hát ez nagyon-nagyon nem jó. Mindent leszed. Viszont, ezután igazából mindjárt jön a Joué korrektor, tehát megpróbálom 100%-osan teljesíteni ezt is. Jó, leprimerezni az arcom. Úristen, de piros lettem. Fúj! A primer után jön a paletta, amivel most egyébként nézem magam, és ebben van bronzosító szín is, és pirosító is. Először egy kis pirosítót fogok feltenni. Ez lehet kicsit sok lett. Majd ezután egy kis bronzosítóval próbálkozom. És itt szerintem egybeveszem a kettőt, miszerint csak ecsettel alapozni, és Joué korrektor. Ugyanis a Joué korrektorral fogok csak ecsettel alapozni. És ahova biztosan tenni fogok, az a szemem alatti rész. Összekentem a olyan. Az orrom, a homlokom, közepe, mert a többit azt most bronzereztem ki, az állam, és talán ennyi a bronzosítom alatt. És akkor lássuk, csak ecsettel. Nem nagyon férnek össze. Ajaj. Jaj, de nehéz ide beférni. Néha a több tényleg több, és valahogy segít a helyzetem. Nem mondom, hogy jobb lesz, de kevésbé lesz szörnyű. Úgyhogy most a második réteget teszem fel. És az utolsó lépésünk a kék szemceruza tusnak. Itt is van a kék szemceruza. És akkor most húzok nektek egy tust. Nem férek oda a pillámtól. Nem szeretek ceruzával tust húzni. Főleg nem műszempilla után. Kék tus a helyén. Olyan vastag, mint még soha. Nem érzem magam túl kényelmesen, azt hiszem, főleg, hogy az utolsó lépés, amit
Bencétől kaptam. Az egy ciklámen rúzs lesz. Mindenféle szájceruza és bármi nélkül, úgyhogy lássuk. És ezzel, hogy a rúzs is felkerült, a végére értünk a Jenga kihívásnak. Szóhoz se jutok, hogy őszinte legyek, a rúzsom olyan cikcakos, mint még soha, a tusom olyan vastag, mint még soha, és olyan kék, mint még soha. Korrektorral alapoztam, amiről csináltam egyébként egy videót, úgyhogy ha nem láttátok, csekkoljátok le, de nincsen lefixálva. Ez egy elég keszekusza sminkelés volt, de nagyon vicces is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Lehet, hogy csinálok belőle egy második részt, hogyha tetszik nektek. Hogyha szeretnétek, hogy legyen belőle második rész, akkor azt a komment részlegbe írjátok meg nekem, és mutassátok meg, hogy tetszett, úgyhogy ha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. És ne felejtsétek el, hogy a Brodapest új része már kint van a Broda csatornán, annak a linkjét is leteszem a leírásba. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!